a napokban a Fidesz nyilvánosságra hozta a 2010-es országgyűlési választáshoz kapcsolatban az egyéni jelöltjeit, és polgármesterül is megméreti magát 8. kerületi politikusként. Mit vár ettől, hogyha bekerül az országgyűlés, akkor mit vár attól, mit tudott tenni a kerületért? Most ez azért nagyon érdekes ez a helyzet, mert nagyon sokan mondják, és így is van, hogy Józsefváros tulajdonképpen egy kis Magyarország. Itt a milliárdosoktól a mély szegénységig minden megtalálható. A paneltelептől a kertvárosig, a kínai piactól a palota negyedig, a művészteleptől mondjuk a középrétegekig. Tehát mindenféle társadalmi, szociológiai, származási, mindenféle ember van. Ez egy nagyon színes és nagyon szép és nagyon érdekes kerület, de eképpen mondani szokás, hogy egy kis Magyarország is. Tehát azok a folyamatok, amelyek az ország összlakosságát érintik, egyébként itt jelentkeznek legelőször, és itt lehet a leglátványosabban nyomon követni. Tehát én azt hiszem, hogy egyrészt ugye a józsefvárosiak belső képviseletét, vagy parlamenten belüli képviseletét is hatékonyan el lehet így látni. Másfelől pedig mondom, ezeket, amikről az előbb beszéltem, ezeket a társadalmi folyamatokat, érintsen az akár nyugdíjrendszert, vagy adórendszert, vagy a helyi kisvállalkozások segítését, vagy akár a személyi jövedelem adóval kapcsolatos kérdéskör, bármely olyat, amely a parlament hatáskörébe tartozik, ezeknek én itt nap mint nap találkozom a lenyomatával. Tehát azért nem egy rossz konstrukció ez, mert nem egy távoli, számomra idegen dologról esik majd szó a parlamentben, hanem olyan problémákról, amelyek nap mint nap jelentkeznek a kerületben, és amely problémákkal egyébként, mint polgármestert is meg szoktak keresni, és én el szoktam mondani olyankor, hogy ez bizony a parlament hatáskörébe tartozik. És hogyha ezeket a véleményeket a parlament felé is tudom majd közvetíteni, remélem, hogy az ottani döntéshozást is sikerül majd megkönnyíteni, vagy hatékonyabbá tenni, vagy magam részéről hozzátenni valamit, az itt élők véleményét artikulálni a parlamentben is, és bízom benne, hogy ez fordítva is így van, hiszen mondjuk onnan is remélem, hogy fogok majd tudni jó híreket hozni, és az ottani véleményt is itt artikulálni a helyiek felé, amelyek mindannyiunk gyarapodását szolgálhatják. Hát még egyszer mondom, én tényleg elég jól ismerem ezt a várost, és igyekezni fogok a parlamentben is, hogyha jó Isten és a választók úgy akarják, érvényesíteni az itt élőknek a szándékát és akaratát. Köszönöm szépen, és munkáját, sok sikert kívánok! Nagyon szépen köszönöm én is!